Az őszi, téli időszakban Magyarországon telelő vadlibák számbavételére a Magyar Madártani Egyesület rendszeresen szervez szinkron számlálást. Ennek során a természetvédő szakemberek és önkéntesek egy adott napon végzik el az állomány számbavételét és fajösszetételét is meghatározzák. Az idén november 30-án történt a felmérés, amelynek során az országos mellett a Dunatisza közén található vadlibák tömegét is igyekeztek meghatározni. A felmérésből kiderült, hogy ezen a napon több mint 420 ezer vadliba tartózkodott a hazai vizeken és környékükön. Legnagyobb számban az északról érkezett nagylilikek csapatát figyelték meg, több mint 380 ezret, de jelentős volt a vetési ludak száma is, mintegy 40 ezer. Észleltek még 57 ritka, kóborló Ázsiában honos libafajt is. A felmérés azt mutatta, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park vízes élőhelyei, mint például a felső kiskunsági tavak, Pusztaszer környéke, a Csajtó, valamint a Szeged melletti Fehértó kedvelt élőhelyei a vadlibáknak, ezeken a helyszíneken összesen 38 ezer körüli volt a libák száma. A telelő vadlibák az időjárástól függen 4 hónapot is a hazai vizeken tartózkodhatnak, és csak február végén indulnak vissza északi költőhelyeikre. Addig, reggel és napnyugtakor az érdeklődők egyéni túrák alkalmával a Kiskunsági Nemzeti Park madár megfigyelő tornyaiból gyönyörködhetnek a hatalmas liba csapatok mozgásában. Tisztítsuk meg az országot program keretében a Kiskunsági Nemzeti Park több területéről rengeteg illegálisan lerakott hulladék eltávolítását kezdték meg az ősz folyamán. Ennek egyik helyszíne a Bajai Földi Kutya rezervátum volt, amely 2017-ben kapott országos védettséget, miután kiderült, hogy Európa legritkább kisemlősei, a délvidéki földi kutyák élnek a 114 hektáros, régebben katonai lőtérként működött területen. A rendkívül szabdalt, dimbes-dombos területre a korábbi évtizedekben elképesztően sok hulladékot hordtak illegálisan. Ennek felderítése nehéz, mivel a gödrökbe szórt hulladékot mindenütt benőtte a gazos vegetáció. Korábban már részben önkéntesek segítségével, kézi munkával több száz köbméter hulladékot eltávolították. Most viszont gépek segítségével, kibontva a fedőfelületeket, 1454 köbméter építési törmeléket és 38 köbméter kommunális szemetet sikerült felszedni, de még mindig jelentős mennyiség maradt, nagy részben feltáratlanul. A cél, hogy helyreállításra kerüljön és földi kutya rezervátumként működhessen a terület, amelyen később bivajok legeltetését is tervezik. Sajnos a Kiskunsági Nemzeti Park más területein is nagy mennyiségű, illegálisan lerakott hulladék található még. Ennek eltávolítása is csak gépek segítségével történhet, mivel jelentős részük betontörmelék és építési bontott anyag. Jelenleg Orbovány a gártéri Fehértó védett gyeprészeiről folyamatosan szedik fel és távolítják el a hulladékhalmokat. Emellett igyekeznek felderíteni a károk okozóit is. Bizonyosság vagy tettenérés esetén az elkövetők több százezer forintos büntetésre számíthatnak. A kipusztulás határára került rákosi viperák megmentésére a közelmúltban több program is indult. Ennek eredményeként jött létre Kumpeszér közelében a Rákosi Vipera Védelmi Központ.
Itt a terepen befogott példányokat törzskönyvezték és biztonságos körülmények között szaporították is. A felnevelt példányokat pedig eredeti élőhelyékre helyezték vissza a szabadban. Nyomon követésük és megfigyelésük a kisméretű kígyók rejtőzködő életmódja miatt rendkívül nehéz, annak ellenére, hogy endoszkópos kamerákkal és rádiós jeladókkal is igyekeztek felderíteni hollétüket. A legújabb módszere a rákosi vipirák keresésének kutya segítségével történik. Ennek során a Kiskunsági Nemzeti Parkban egy live program részeként a kígyók szagának felismerésére képezte ki egy kutyát. Gazdája, Mizsei Edvárd projektkoordinátora Tomi nevű kutyával több hónapos képzésen vettek részt, és nagyon jó eredményeket értek el. A rákosi vipirának a megtalálása az egy nagyon nehéz feladat, mivel az állatnak rejtő mintázata van, és nagyon jól beleolvad a környezetébe, valamint elég kevés időt tölt olyan helyzetben, hogy egyáltalán meg lehessen látni, tehát általában rejtőzködik. És nagyon sok időt töltünk azzal, hogy megtaláljuk ezeket az állatokat. Mizsei Edvárd azt is elmondta, hogy miért szükséges a viperák felkutatása. A viperáknak a felkutatása az több célból történhet. Az egyik, a legalapvetőbb az, hogy megismerjük, hogy mely helyeken fordul elő és melyeken nem, és ahol esetleg előfordul, ott a terület használatot úgy tudjuk alakítani a gazdálkodókkal vagy a nemzeti parkkal, hogy a viperák számára az kedvező legyen. Tehát ez főleg a gyeknek a hasznosítását jelenti, hogy milyen legeltetés legyen, vagy esetleg tiltva legyen a kasszálás. Ez szokott lenni a legalapvetőbb célja a viperák keresésének. Aztán van olyan cél, hogy meghatározzuk az egyedszámukat. Azt azért lenne jó tudni, hogy hány vipera él egy adott területen, hogy meg tudjuk határozni a vipera állománynak a változása időben hogyan alakul, mert hogyha azt látjuk, hogy folyamatosan csökken egy területen a viparállomány, akkor valamilyen probléma van, amit esetleg kezelni kell, hogyha nem szeretnénk megvárni, még kipusztul. És ahhoz, hogy meg tudjuk számolni őket, nagyon sokat kell őket keresni, hogy egy adott területen minél többet találjunk. Ugye mindet nem tudjuk megtalálni, hogyha szemmel keresi ember, de vannak olyan módszerek, amivel a különböző időpontokban észlelt vipera egyedszámok alapján tudjuk becsülni a populáció méretét. A vipera keresés során előbb-utóbb mindenki azon kezd el gondolkozni, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a kígyóknak a megtalálását, mert van, hogy napokat, heteket töltünk olyan területeken, ahol tudjuk, hogy előfordul az állat, de sehogy nem találunk egyet sem. És a kereső kutyának az alkalmazása az már többször felmerült, és most ennek a projektnek a keretében nyílt lehetőségünk arra, hogy ezt be tudjuk vezetni a kereső munkába. A riport során kiderült az is, hogy a rákosi viperák felfedezőjének, Herman Ottónak is kutyái segítettek. Ezeket a kígyókat igazából nem maga Herman Ottó vette észre, hanem a vizslái. A történet alapján vetődött fel az az ötlet, hogy kutyát alkalmazzanak a kutatáshoz. Ehhez viszont megfelelő, érzékeny orrú kutyát kellett betanítani. A kutyának a kiválasztása az egy viszonylag hosszú folyamat volt. Márciusban kezdtünk el kutyákat nézni, és augusztus közepe tájékán kezdtük el a képzést, akkor még több kutyával. Tehát a képzésnek az első két hete körülbelül az arról szólt, hogy szűkítettük a kutyáknak a listáját, és nehéz pontosan megmondani, hogy hány kutyát néztünk meg, de 30-40 körül lehet a számuk. Mizsei Edvárd a keresés módszerét is ismertette. Alapvetően a kutyák eredetileg a játékukat keresik, tehát arra vannak motiválva már fiatal koruktól kezdve, hogy a labdát keressék, és egy típusú labdával vannak képezve a kutyák, és ezt keresik meg. Utána ennek a labdának a keresési munkáját úgy érzékenyítik, hogy egyre kisebb darabra vágják a labdát, és a végén már csak egészen picike darabot kell a kutyának megkeresni, tehát ez tényleg egy néhány milliméteres labdadarabot elrejtenek különböző helyekre, és akkor azt keresi meg a kutya. Mikor már ennyire ügyesen tud a kutya keresni, tehát mondjuk mindig képes megtalálni a labdát, akkor lehet cserélni a szagot. Vannak olyan helységek, ahol dobozokba tud a kutya keresni, és ebbe a dobozba betesszük a célszagot, amire át akarjuk állítani a kutyát, és mellé tesszük a labdát. És amikor megtalálja a labdát, érzi mellette a másik szagot, és hogyha ezt többször megismételjük vele, akkor nagyon hamar rájön, hogy akkor is jutalmat kap, hogyha a másik szagot érzi meg. Tehát például Tominál, tehát a most munkába állt vipera kereső kutyánál, körülbelül a második-harmadik alkalom után már nem kellett labdadarabot tenni a kígyószag mellé, mert nagyon hamar rájött, hogy akkor is jutalmat kap. És amikor megtalálja a keresett szagot, akkor megkapja a labdát.
A szagminták megtanulása után nyílt helyszíni próbákra is sor került, amely veszélyt is rejtett a kutya számára. Nem mertünk nagyon sokáig kimenni élőhelyre, mert azon dolgoztunk, hogy beállítsuk a jelzésnek a távolságát, hogy ne kerülhessen olyan közel a kutya a viperához, hogy esetleg marás érje. Tehát emiatt halogattuk úgymond az élőhelyeken való keresőmunkát, és végül az idő az már nem tette lehetővé, hogy élesbe dolgozzunk a kutyával, tehát ez azt jelenti, hogy a kígyók azok ősz végén elvonulnak telelni, akkor már nem volt lehetőség megkeresni őket, és úgy tűnik, hogy az üregben lakó kígyóknak a szaga az annyira leürül, hogy a kutya nem nagyon képes megtalálni. A képzést jelenleg a viperák levedlett bőrével folytatják. Most annyi a feladatunk, hogy szinten tartsuk a kutyát, heti több alkalommal tréningezzük keresőmunkával, és azt várjuk, hogy az idő lehetővé tegye, hogy tavasszal elkezdődhessen az igazi keresőmunka. És majd akkor fog kiderülni, hogy a kutya mennyire lesz képes segíteni a mi munkánkat. Tomi, a keresőkutya bizonyított. Fél percen belül megtalálta az elrejtett kígyóbőrt és meg is kapta jutalmát, a játszólabdáját. Remélhetően tavasztól a zoológusok kutató munkáját is jelentősen segíteni tudja ez a kutya a viperák élőhelyeinek felderítésében. Bács-Kiskun megye déli részén a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő érsekhalmi Hétvölgy természetvédelmi területen jelentős helyreállítási munkálatok kezdődtek az év végén. A különleges élővilágot rejtő meredek löszparti völgyekből eltávolították az inváziós cserjéket és fákat. Az így kitisztított gyep területeken újra megjelenhetnek az őshonos növények. A munkálatokról a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetője számolt be. Az érsekhalmi Hétvölgybe vagyunk, az érsekhalmi Hétvölgy természetvédelmi területen. Igazából ez egy 26 hektáros természetvédelmi terület, 1998 óta védett. Ami ennek igazából a jelentősége, hogy része az érsekhalma Nemesnád-udvari löszvölgyek Natura 2000 területnek. A löszvölgyeknek a kiemelt értéke ez a löszgyep vegetáció, amit itt a háttérben is látunk. Ehhez a vegetációhoz ugye rendkívül sok védett, fokozottan védett növényfaj kötődik, illetve állatfajok is. Agúcs Péter elmondta, hogy mi indokolta a beavatkozást. Több veszélyeztető tényezője van ezeknek a löszgyep vegetációknak. A legfontosabb, vagyis hát a legerősebb veszélyeztető tényezője az a becserjésedés, beerdősülés folyamata. Hogyha ezeket ugye magára hagyjuk, és nem kap semmiféle kezelést, akkor ez igazából megtörténik, ez a becserjésedés. Ezt ugye megakadályozandó, hogy ezeket az időközben felnövekvő cserjéket, sarjakat, ezeket mindig eltávolítsuk. Több éven keresztül nem történt itt beavatkozás, és most állami támogatás terhére egy 3,5 milliós forintos projekt keretében ezt meg tudtuk valósítani. Itt már megvoltak ezek a gyep foltok, csak a nagyságuk ugye csökkent időről időre, tehát évről évre folyamatosan csökken a kiterjedésük. Itt nem csak a meglévő gyep foltoknak a karbantartása történt, hanem további gyep területek nyitása is, természetesen ugye ügyelve arra, hogy a környező üzemtervezett erdő területeket ne érintse, hanem még a gyep művelési ágban lévő területekre korlátozódjon. Agúcs Péter kitért arra is, hogy hamarosan megnyitják a látogatók számára is a területet. Törekszünk arra, hogy ezeket a löszvölgyeket, ezeket a löszgyepeket ugye összekössük egy gyalog úttal, és arra is, hogy későbbiekben akár egy tanösvény formájában is bemutatásra kerülhessenek. Szólt arról is, hogy hogyan alakult ki a különlegesen tagozott látványos völgysor.
Ezek a löszvölgyek, ugye maga a magas part, ez két tájnak a találkozásánál található, ugye fönt a 10-12 méteres szintkülönbséggel a Duna-Tisza közi homokhátság, lent pedig a Duna-völgyi sík. Tehát a Duna egykoron ugye, amikor még nem volt töltések közé szorítva, akkor egész idáig kiöntött. Ezzel magyarázható, hogy ezek a magas domborzatú elemek egykoron akár bronzkortól indulva az embernek fontos objektumai voltak, hiszen ennek a területnek a déli részén komoly földvásáncok találhatóak. Szervesen csatlakozik a most élőhely rehabilitált területhez. Itt már olyan komoly beavatkozás nem szükséges, de itt is nagyon fontos ugye az utógondozás, az utókezelés. Ami fontos, hogy ez még jobban ki van alakítva az ide látogatók számára, hiszen egy tanösvény fogadja, nagyon gyönyörű innen ugye a kilátása, végig visz igazából az egész földvár sáncon, illetve a Lösz völgy alatt is. A bronzkori földvárat egy korábban készített tudósítás részletével mutatjuk be. A nagy kiterjedésű, a löszpart magaslatára épített, évezredes múltú földvár sáncait a projekt segítségével az elmúlt években megtisztították az elburjánzott növényzettől. Megerősítették az oldalfalakat, helyreállították a közlekedő ösvényeket és tájékoztató táblákat is kihelyeztek. A helyszínen Kovacsóczki Bernadett régész ismertette a munkálatokat. Belsővár területén tartózkodunk. Valószínűleg az eredeti formája kiterjedése is ilyen lehetett, hiszen itt nem volt olyan pusztító tényező, ami Tisza alpáron, ugye a Tisza esetében. Itt valószínűleg a bronzkor egy korai időszakában ez az egész terület kint a szántó területtel is egységben lehetett, viszont a középső bronzkori átalakulások, kulturális átalakulások, különböző hatások miatt megfigyelhető egy erődítési folyamat a különböző lelőhelyeken, ezt ugye már több kutatott lelőhelyen is igazolták, és valószínűleg ennek során, ennek részeként, illetve hát valószínű valami idegen nép megjelenése miatt megtörtént a megerődítése a területnek. Tehát valószínű ott a külső terület, ahol a szántó van, ott lehetett maga a település, illetve temetkezési nyomok is ismertek, és ez a terület lehetett az, ahova vész esetén vissza tudtak húzódni, és ott, ahol a lépcsőn felérkeztünk, az a kis völgy, az maga a sáncárok. Ugye van a külső sánc vonala, ami nagyon szépen kirajzolódik, ehhez képest hát érezzük a bal oldalt, a magaslatot, de ez az eredeti magaslatnak csak egy minimális része, valószínű annak az oldalai jóval meredekebbek lehettek, és akár másfél-két méterrel magasabb lehetett ez a belső perem is, mint ahogy mi ezt most látjuk. Körülbelül 120 centi mélységből jön elő még kerámiaanyag, tehát a települési rétegek vastagsága olyan 120 cm minimum. A kutatások során egy különös legendát is elmondtak a helyi öregek, mely szerint a földvár mélye kincseket rejt. Van ennek a helynek egy titokzatos kapuja. Nem nyitja ki az sem emberi kéz, sem varázsszó. Egyedül az nyitja, ha a kulcsukon egy 6 éves gyermeknek kivágy szemeit dobják be. Akkor kipattan a zár. Csak hogy az a kapu eddig még sohasem nyílt ki, mert eddig nem akadt senki, aki gyermekének szemét a kincsért feláldozta volna. A több éves munka eredményeként jelenleg 4 kunhalom és 2 földvár látogatható a Duna-Tisza közén. Az érsekhalmi bronzkori földvár a Kiskunsági Nemzeti Park rendszeres gondoskodásának köszönhetően napjainkban is jó állapotban van, és egyéni túrázók számára szabadon látogatható. A korábbi években megszokottaknál egyre enyhébb telek a vonuló madarak viselkedését is megváltoztatták. Számos az ilyenkor már délebre költöző madár nem vándorolta a melegebb déli tájakra, hanem egyelőre még itt terel. Elsősorban azokon a helyeken tartózkodnak, ahol élelemre is találnak. Ezek például a decemberben lecsapolt halastavak, ahol az iszapos mederben terített asztal várja a vízimadarakat. Többek között a sirályokat, kormoránokat és kócsagokat. A madarak vándorlási szokásainak megváltozására a szakemberek is felfigyeltek. Véleményük szerint komoly gondot okozhat, ha visszatérnek a kemény telek. Nem csak azért, mert
ekkor már nem lesz táplálék, hanem az is problémát jelent majd, hogy több generáció alatt úgymond a vonuló madarak elfelejtik a délre költözés útvonalait. Sajnos ez az eset nem példanélkül álló, mivel az elmúlt években előfordult, hogy a késő őszig itt maradt költöző madarak a hirtelen jött fagyok hatására élelem nélkül maradtak és segítség nélkül elpusztultak.